A települések életében nagyon fontos a munkahelyteremtés lehetősége. Szamosszegen 9 főnek teremt új munkahelyet a szamosszegi bölcsöde megnyitása. A szatmári kisfalu életében igen nagy dolog a megvalósuló beruházás, mivel ez az első újonnan épült bölcsödéje a településnek. Az intézmény lehetőséget ad a szülőknek a munkaerőpiacra való visszajutásra, mivel napközben, míg dolgoznak, addig biztos helyen és szakképzett felügyelet alatt tudhatják a gyermekeket. A kormány 2010-ben ennek érdekében nagyszabású bölcsöde fejlesztési programba kezdett. Ennek eredményeként duplájára nőtt a bölcsödei férőhelyek száma országos viszonylatban. Nincs már olyan magyar járás, ahol ne lenne bölcsöde, mondta Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese. 2010-ben 32 ezer volt Magyarországon a bölcsödei férőhelyek száma, most 2024. januárjában 64 ezerre, tehát pontosan a duplájára nőtt, és ezt a munkát nem fejezzük be. Az a célunk, hogy most az elkövetkezendő időszakban és még néhány éven belül több ezer új bölcsödei férőhely megépülhessen, és nem csak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyében, hanem országosan minden egyes régióban. Nincs már Magyarországon olyan járás, ahol ne lenne legalább egy bölcsöde. És hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyei adatokat is hadd mondjak önöknek, 2010-ben 1139 bölcsödei férőhely volt, ez most már több mint 3600-ra nőtt az elmúlt 13 év alatt, és az is egy fontos számadat, hogy még 2010-ben a vármegyei szinten mindössze 20 olyan település volt, amely rendelkezett bölcsödével, most már a vármegyében 88 településen van bölcsödei ellátás. Én azt gondolom, hogy igazán impozáns számok ezek, és valóban azt mutatják, hogy mennyire eltökéltek vagyunk abban, hogy a bölcsödéket fejlesszük. És azt gondolom, hogy nem csak a családoknak jó hír egy bölcsöde megépítése, hanem munkahelyeket is teremt. Itt Szamosszegen, ha jók az információim, majd remélem polgármester úr megerősíti ezt, 9 új munkahely fog létesülni azáltal, hogy több mint 520 millió forintból megépült ez a csodálatos bölcsöde. Dr. Tilki Attila, a térség Fideszes országgyűlési képviselője beszédében elmondta, miért tartja fontosnak a jelenlegi kormány bölcsöde fejlesztési programját, és emlékeztetett a 2010-es év előtti helyzetre. Ha visszaemlékszem a 2010 előtti időkre, akkoriban a régi választókerületi beosztás szerint, amikor is még Szamosszeg nem volt kapcsolatban Fehérgyalmattal, az akkori 49 településből álló járásban, csak a járás központban Fehérgyalmaton volt bölcsőde, és hogyha végigmentünk, vagy végigmegyünk a mostani választókerületen, akkor csak a városoknak adatott meg az a lehetőség, hogy bölcsődéjük legyen. Kisvárda és Záhonyban és Mándokon volt bölcsőde. Megváltozott a társadalom is, hiszen mi korábban faluhelyen is, sőt faluhelyen inkább együtt éltek a több generációk, akár egy portán, ahol a nagymama tudott vigyázni az egész picire, talán akkor kevésbé volt jogosultsága a bölcsődének, de a világ megváltozott. Most már mindenki külön háztartásban él, és így nagyon fontos dolog, hogy a polgári kormány felismerte azt, hogy a kis településekre, vagy a kisebb településekre is fontos, hogy bölcsődét építsen. A Vásáros-Naményi Központú Választókerületben a kormányzati programoknak köszönhetően közel 10 bölcsöde épül, amelyek egyik része állami, azaz önkormányzati, másik része pedig egyházi fenntartásban fog működni. Az új bölcsöde mintegy 520 millió forintos összegből valósult meg, ahol 3 csoportszobában 36 gyermek intézményes gondoskodását tudják biztosítani. Szamosszegen jelenleg hozzávetőlegesen 60 fő 0 és 3 éves kor közötti gyermek van, mondta köszöntőjében dr. Gergely Lajos polgármester. Szamosszegen jelenleg 72 fő ilyen gyerek van. Hozzávetőlegesen tehát mintegy 60 gyermek az, aki fél éves kort betöltve hozhatnak a szülők a bölcsödébe. 3 csoportban 36 gyermek intézményes gondoskodását tudjuk biztosítani, és nem mellékes szempont az sem, ahogy államtitkár asszony említette, 9 fő részére munkahelyet biztosítunk. A bölcsöde alapkerületétére 2021. október 21-én került sor. Kausa Lajos, a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke itt a alapkerületételekről azt emelte ki,
hogy a bölcsöde is egy olyan intézmény, amely segítséget nyújt azoknak a családoknak, ahol a gyermek szocializációjának valamilyen akadálya van. A bölcsödébe való szakszerű gondozás pótolja ezeket a szocializációs hiányokat. Ez segít egyben a gyermek szegénység elleni harcban is, hiszen a kisgyermekek étkeztetése egész napra megoldódik. A köszöntőket követően Kis Dorina óvodás versét hallgathatták meg a jelenlévők. Csányádi Sándor, kicsi faluból való vers. Nagyváros, nagyváros, hol a zsút is járda, ott szeretnék járni, én is iskolába. Villamossal mennék, mikor eső esne, cipőt se pucolnék, minden áldott este. Ellaknék én benned, nagyváros, nagyváros, mert a mi kis falunk sokszor bizony sáros. De van egy hű kutyánk, s két kicsi bárányom, búsulnék, ha tőlük el kellene válnom. Talán még sülnék is, ha senki sem látja, s kiállna helyettem a mi iskolánkba. Nagyváros, nagyváros, ne csábítsd engem, maladok holtomig itt, ahol születtem. A verset követően a különböző egyházi felekezetek képviselői megáldották az épületet. Az ünnepélyes szalagátvágást követően megtekintették a bölcsöde épületét. A bölcsöde fejlesztési program egyik célja az, hogy a kisgyermeket nevelő családanyák, ha akarnak, vissza tudjanak menni dolgozni, gyermekük eközben minőségi nevelést kapjon a bölcsödékben.